Ezek korábbi felvételek az évente átlagosan több mint 100 000 látogatót vonzó nyíregyházi Vidor Fesztiválról. Idén 24 színházi produkció látható augusztus 25-től szeptember 5-ig. Az értékesítés szerdán kezdődött, a hagyományok szerint először a VIP bérletesek vehették meg a jegyeket. Tegnapi nap folyamán a Vidor Fesztivál jegyeit elkezdtük árusítani. Az első napon csak és kizárólag a VIP bérleteseink vehettek jegyeket. A mai napon már a többi bérletesünk is, és holnaptól bárkinek lehetőséget biztosítunk a jegyirodában, és 2 órától pedig online is elérhetőek lesznek a jegyeink. A fesztivál versenyprogramja a korábbi évekhez hasonlóan 9 napig tart. A nagy színpadon, a kamaraszínpadon, illetve a Szimbádban is lesz versenyprogram, valamint a szabadtéri színpadon is 4 előadást műsorra tűzünk, ezek között is lesz egyébként versenyprogram. Összességében azt kell mondjam, hogy ilyen erős mezőny talán még soha nem volt, lehet, hogy nem is volt, mind az előadásokat, mind pedig a színészeket tekintve. Én nagyon bízom benne, hogy a nézőink is elégedettek lesznek a meghirdetett műsorra. A színművészek közül többek között Bodrogi Gyulát, Kern Andrást, Hernádi Juditot, Molnár Piroskát, Mucsi Zoltánt, Hegyi Barbarát láthatja színpadon a közönség. A fesztivál színházi része a Karinti Színház Nagymester című darabjával kezdődik. Mindenképp kiemelném a Víg Színháznak az Apa című előadását, amiben Kern András játssza a főszerepet, de ő játssza egyébként az Orlai produkcióban a Kalamazóban is, Hernádi Judittal kiegészülve. Ami feltétlen említésre méltó Nagy Sándornak a játékszínben az egyszemélyes darabja, ahol összesen 40 szerepet fog eljátszani. De Mucsi Zoltánt is kiemelném, aki szintén 2 előadásban mutatkozik be most a Vidor Fesztiválon. A szolnoki Szigligeti Színháznak a fösvényében, illetve abban a Linen szépében, amit néhány évvel ezelőtt mi is játszottunk, meglepő módon az idős hölgy szerepét fogja Mucsi Zoltán művész úr játszani. De sok ismert darab látható lesz még, ami a közelmúltban nagy sikerrel ment Nyíregyházán is, ilyen az Oszkár, Balfácánt vacsorára, vagy a miniszter félrelép, tehát én biztos vagyok benne, hogy címekben is, színészekben is mindenki megtalálja a kedvére valót. A versenyprogramban többek között a Csiki Gergely Színház, a Miskolci Nemzeti Színház, a Szolnoki Szigligeti Színház, az Orlai Produkciós Iroda és a Debreceni Csokonai Színház is megmutatja előadásait. A zsűri a szokások szerint 4 főből áll, az idei évben a zsűri elnöke a vármegyei kötődésű Hegedűs D. Géza lesz. A Kossuth téri koncertekről és egyéb programokról bővebb információk augusztus 8-án várhatóak.